Erdélyi Gyula bácsitól, a téma nagy szakértőjétől tudjuk, hogy ezek erdei fülesbaglyok, hogy honnan jöttek, azt nem tudjuk sajnos, de nagy valószínűség szerint a telephelyüket most ide helyezték át, és innen járnak éjszakai vadászatukra. Október 21-én szeretnék emlékezetessé tenni a gyerekeknek abból a szempontból, hogy jobban vigyázzanak a saját környezetükre. Ebből az alkalomból jöttünk most ide a város felkérésére a Kisligetbe, de a délutáni program az iskolában folytatódik, ugyanis ott a 4., 5., 6. fogjuk ugyancsak ezt a kis munkálatokat megcsinálni az iskolán környezetének egy kicsit a szépítését, és ebbe belecsempészük a környezetvédelmet is egyben. Egy 1991-es világméretű kezdeményezésnek köszönhetjük, hogy minden évben megemlékezünk a Föld világnapjáról. A JMK idén a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesülettel együtt szervezte meg programját. 10 órától most az óvodásoknak Meisner Tibor, a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület tagja, játékos vetélkedőt állított össze, ilyen akadályversenyt végül is, és téli jeleséget készítenek a madaraknak mézből, napraforgóból, magok felhasználásával. Na várjunk, Afrika vagy Dél-Amerika? Dél-Amerika! A huszárovodások ügyesen vették az akadályokat, és jeleskedtek a téli jeleség elkészítésében is. Az iskola most támopos pályázati támogatással tudta megszervezni a hagyományos egészségnapot, ezúttal a szokottnál is gazdagabb programokat kínálva. Az alsó tagozatosok többek közt gyógynövény bemutatón vettek részt, ahol kiderült, hogy a csipkebogyó az egyik leggazdagabb C-vitamin forrás, de készítettek uzsonnakrémet és zappelyhes kekszet is a kicsik, valamint sok érdekes dolgot megtudtak a méhekről. A felsősök bőrápolási tanácsokat kaptak, pogácsát sütöttek, megismerkedtek az újraélesztés alapjaival, de volt szemészeti vizsgálat is. Az egyik legnépszerűbb program a terápiás kutyák bemutatója volt.